A 18. Vidor Fesztivál versenyprogramjába az idén is a legnívósabb szórakoztató előadásokat hívták meg a szervezők. Fellép többek között az Örkény Színház, a Madách Színház, a Nemzeti Színház, az Orlai Produkciós Iroda, de határon túli teátrumok is képviseltetik magukat. A nyitónap egyik előadását a Rózsavölgyi Szalon hozta el. A Táncórák című színmű azon túl, hogy ajtót nyit az autisták világára, el is gondolkodtat. Ever a különleges intellektusú autista szerepében a Víg Színház művészét, Józan Lászlót láthatta a közönség. Bár az előadás témája nagyon komoly, a helyzetek vidámsága miatt mégis szórakoztató. Nagyon figyeltünk arra, hogy ne az autizmuson legyen a vicc, hanem a helyzeteken, ami az autizmusból születik. Nagyon sokat szoktak rajta nevetni, és mi is nagyon szeretjük. Nyilván azért mi a saját poénjainkon nem szórakozhatunk, de a nézők nagyon szokták szeretni, és ennek mi nagyon örülünk. Velünk lélegeznek, és ez azt hiszem, hogy a jelenlegi színházi szakmában szerintem az egyik legcsodálatosabb pillanat, amikor a néző a színésszel együtt veszi a levegőt és fújja ki. Partnerét, a balesetben súlyosan megsérült táncosnőt Ulma Mónika kelti életre. A színésznő nagyon kedveli az előadást, amelyet egy év alatt több mint 50 alkalommal játszottak Budapesten. Olyasmiről szól, ami megérinti az embereket, lehet rajta nevetni is, de sírni is egy adott pillanatban. Tehát én nagyon szeretem ezt a fajta érzelmi hullámvasutat, amin keresztül visz az előadás. Nem csak a színházi programok között találnak izgalmas élményeket a megye lakói, hanem a Kossuth téri nagy színpadon is. Szombaton egy különleges formáció szórakoztatta a vidorogni vágyókat. A Párnográszt és a Bohémien Betyárszt külön-külön már belekóstolt a vidor érzésbe, most azonban egy közös műsorral álltak színpadra. Bár első elgondolásra furcsának tűnhet az autentikus gypsy és a speed folk freak punk kombinációja, mindkét együttes úgy érzi, teljes az összhang a két műfaj között. Józsiék is kooperáltak már más zenekarra, mi is, de egyikkel sem volt olyan, amire azt mondjuk, hogy na erre egy hosszú távú célt kitűzünk. És amikor mi elkezdtünk zenélni, és az első számokat eljátszottuk, és utána volt az első ilyen közös koncert, akkor már éreztük, hogy na jó, akkor ebből csináljunk valami, ami hosszú távú. És utána lementünk az első edzőtáborunkba, egy háromnapos pálinkázásra, és szerintem onnan már mindenki úgy jött haza, hogy hú, hát ez nagyon jó volt. A Párnográszt, azt lehet mondani, a Párnográszt koncertek az a spontán koncertek, mi nem próbálunk a koncertekre, rengeteget improvizálunk a színpadon, és ugye a fiúkkal, a Bohémian Betyárszal ezt nem lehet megcsinálni, mert ugye 12 zenész van a színpadon, és igazság szerint ahhoz egy életkevés, hogy olyan szinten megismerjük egymást zeneileg, hogyha én elpislogom magam, vagy hát én elpislogja magát, akkor tudjuk, hogy mi újság van. A zenészekkel készített hosszabb interjút, valamint a koncertből részleteket a péntek esti Weekend című műsorunkban láthatnak.